A romániai polgárok tömeges megfigyelését tervezi a román hírszerző szolgálat. Az erre irányuló informatikai rendszer kiépítését uniós pénzből valósítaná meg. A civilek és az emberjogvédő szervezetek tiltakoznak, a CRI elutasítja a vádakat. Nyílt levélben fordult a Román Helsinki Bizottság és másik három civil szervezet az Európai Bizottsághoz és a kormányhoz, amiatt, hogy szerintük a román hírszerző szolgálata teljes lakosságot folyamatosan megfigyelés alatt tartó, úgynevezett nagy testvér létrehozását tűzte ki célul. A civilek úgy tudják, a CRI 25 millió eurós támogatást nyert el a célt szolgáló informatikai rendszerek összehangolására és megerősítésére, amellyel hozzáférés nyernek személyes jellegű adatbázisokhoz is. Az Alkotmánybíróság már hozott döntéseket a lakosság megfigyelésére vonatkozó jogszabályok kapcsán. Két-három esetben alkotmányellenesnek nyilvánította a vonatkozó előírásokat. A rendszer megvásárolása révén a CRI pontosan alkotmánybírósági döntést szegne meg. A civilek és emberjogvédő szervezetek álláspontját támogatja Frunda György ügyvéd is, aki szerint egy a lakosság megfigyelésére irányuló informatikai rendszer kiépítése elfogadhatatlan egy jogállamban. Ez egy nagyon veszélyes dolog. Itt most nem csak arról van szó, hogy egyszerre több millió, több tízmillió ember tudnak lehallgatni, hanem ez egy olyan rendszer lenne, amely ezeket fel is tudja dolgozni. Azok a hírek, amik megjelennek Facebookon, Instagramon, levelezésbe, amiben ők be tudnak kukkintani, betekintenek bármikor, azokat fel tudják dolgozni, és adott emberek ellen tudnak híreket lehozni. A román hírszerző szolgálat közleményben cáfolta, hogy a lakosság megfigyelését szolgálja az új rendszer. A CRI azt állítja, hogy a projekt csak az eddiginél lényegesen gyorsabb keresést tesz lehetővé olyan adatbázisokban, amelyekhez eddig is hozzáfért. Továbbá a terrorizmus, illegális migráció, szervezetbűnözés, korrupció, adócsalás ellen fellépő állami intézmények tevékenységének a korszerűsítését célozza.